Átadták a munkaterületet. 9 hónap múlva új korszerű rendelő Kertvárosban. Fesztivál hangulatot teremtenének. Pécsi Országos Színházi Találkozó. 9. Egyházmegyei zarándoklat Mária Gyűdre. Szombaton ismét több ezer embert várnak. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécs TV híradóját látják. Május 8-án kedden. Tartsanak velünk! Elkezdődött a Kertvárosi Rendelő Intézet kialakítása. A munkaterület kettől a kivitelezőké. Közel 250 milliárdba kerül az egészségügyi fejlesztés Pécs legnagyobb város részében. Az egészségügyi centrum Kertvárosban a Csontvári utcai egykori P-táv épületben kap helyet. Csizi Péter Kertváros országgyűlési képviselője éppen a volt P-táv épület kulcsát adja át a kivitelező Pécsi Kőház ZRT ügyvezetőjének, ezzel átadva a munkaterületet. A szakemberek pedig nekiláthatnak az épület belső terének átalakításához, ha kell falat bontanak vagy ajtókat szerelnek le első lépésként. Ezzel hivatalosan is megkezdődött az új Kertvárosi Rendelő Intézet kialakítása, amire már 20 éve várnak a helybeliek. Kertváros megépítése óta mi kertvárosiak várjuk, hogy legyen egy saját egészségügyi intézménye a városrésznek, ahol több mint 55 ezeren laknak. A másik szempont, ami miatt mi most nyugodtan örülhetünk, hogy a mi munkánk itt véget ért. Hiszen az elmúlt időszakban először is a kertvárosiakkal közösen meghatároztuk az új rendelőintézetnek a helyszínét. Megszereztük a szükséges felújításhoz, kialakításhoz szükséges forrásokat. Ez a közel 250 millió forint már a Városházának a egyik bankszámláján van, és bármikor a kivitelező rendelkezésére tudjuk bocsátani. Készen vannak a tervek és az engedélyek. Törvényességi eljárásoknak megfelelően kiválasztották a pécsi vállalkozót is, aki a kivitelezői munkát végzi el, tette hozzá Csizi Péter. Őri László alpolgármester elmondta, gondos előkészítés előzte meg a mostantól várható munkálatokat. Az orvos szakmával is konzultáltak, hiszen ők ismerik legjobban a terület betegeinek igényeit. Ez egy hosszabb előkészítő folyamat eredménye volt, amelynek keretében, majd most megnézhetjük, miután a munkateretet átadjuk, az alsó szint az alapellátás fog folyni. Ide 4 felnőtt háziorvos és 2 gyermek háziorvos fog beköltözni. Ezzel együtt azt mondhatjuk, hogy közel 10 000 kertvárosi polgár fog megújult 21. századi körülmények között háziorvoshoz jönni. Az emeleten pedig a szakellátásnak fogunk helyet biztosítani. Külön is hangsúlyoznám azt, hogy a labor is ebben az épületben fog helyet kapni, hiszen ezt kérték a kertvárosiak. Új nyílászáró, korszerű fűtés és melegvízrendszer, valamint akadálymentesítés vár a Csontvári utcai volt P-táv épületre, vagyis a korszerű kertvárosi egészségügyi centrumra, amely 9 hónap múlva készül el. Az önkormányzat már korábban döntött arról, hogy mintegy 2,5 milliárd forintból új vásárcsarnok épüljön a jelenlegi elég rossz állapotban lévő leharcolt épület helyén, írja a Pécsi Újság. A mintegy 5000 négyzetméterre tervezett komplexum emeletén gasztrogalériát alakítanak ki, ami rengeteg árusnak is helyet biztosít. Ám nem csupán a modern vásártér várja majd a látogatókat, hiszen a terület közlekedési infrastruktúráját is átszervezik, mintegy 500 millió forintból. Ennek eredményeként az autóbusz végállomás és a Bajcsy-Zsilinszky utcai déli rész is teljesen új arculatot kap. Egy excentrikus kialakítású, ötágú, egysávos körforgalmú csomópontot hoznak létre az Árpád híd alatt, az egykori Bokácsó diszkó mellett. A Bajcsy-Zsilinszky utca déli részén a jelenleg 3 forgalmi plusz 1 parkolósávos útrészt átalakítják 2 sávossá, elválasztott kerékpársávokkal. A parkolósávok ugyanakkor mindkét oldalon megmaradnak. A vásárcsarnok mellett 172 személyautó befogadására alkalmas parkolóházat húznak fel, és mintegy 40 kerékpárnak dokkolót építenek. Nemzetközi szintű elismerést kapott a pécsi állatkert. Ebben a témában vendégem Őri László alpolgármester, akit nagy szeretettel köszöntök, és nem csak ez a témánk, hanem sok-sok minden attrakció, ami még májusban várható a pécsi állatkertben. Most beszélgessünk erről a nagyon különösen hangzó nemzetközi elismerésről. Mit jelent ez? Jó napot kívánok, én is köszöntöm a Pécs Televízió minden kedves nézőit.
Azt mondhatjuk, hogy szinte napra pontosan egy év telt el azóta, hogy a Pécsi Állatkert megnyitotta kapuit a látogatók előtt, a pécsiek előtt, és az van több mint 210 000 látogató, aki az elmúlt egy évben meglátogatta a Pécsi Állatkertet, az azt mutatja, hogy a pécsiek régóta vártak erre az új állatkertre, komoly igény van az állatkert iránt, és azt látjuk, hogy ez a fajta érdeklődés ez töretlen a tekintetben, hogy már az idei évben is, január óta a hideg idő a tél dacára is közel 30 000 látogattak fel az állatkertbe. Egy ilyen intézményként vonatkozásában, amelyet ilyen sokan látogatnak, ilyen nagy érdeklődésre vezik, különösen fontos az, hogy figyeljünk oda a visszajelzésekre. Az állatkert vezetése és a város is éppen ezért gyűjti azokat a információkat, amelyek akár a látogatóktól származnak, mondjuk egy állatkerti séta alkalmával, amelyeket a gondozóknak elmondanak, vagy a pénztárban, amikor jegyet váltanak, hiszen ezekből tudunk építkezni, és igen, fontosak a szakma visszajelzései is, és amelyre a felvezetőjében is tetszett utalni, egy nagyon fontos szakmai visszajelzést kapott a város, ezen belül is az állatkert, azáltal, hogy az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége egy felmérést követően úgy döntött, hogy a Pécsi Állatkertet időszakos tagként felveszi a szövetség tagjainak a sorába, egy ilyen átmeneti státuszban, amely többen egy tagjelölti státuszt jelent. Ez az elismerés, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy európai mércével mérve is jelentős szakmai szövetség úgy látta, hogy nagyon magas szintű szakmai munka folyik az állatkertben, amely egyébként bennünket, a Pécsi Állatkert tulajdonosait, fenntartóit, a város vezetőit is megelégedéssel töltenek el, hiszen nem csak az a fontos, hogy hónapról hónapra, vagy évszakról évszakra újabb attrakciókkal készüljünk az állatkertbe, és fenntartsuk ezt a fajta érdeklődést az állatkert irányába, de az is fontos számunkra, hogy magas szinten folyjon ott a szakmai munka, az állatoknak megfelelő legyen a környezete, és minden a szakma által előírt szabály betartásra kerüljön. Úgyhogy ilyen is szeretnék köszönetet mondani az állatkert vezetőjének, Siptár Dávid igazgatórnak, és az állatkert minden munkatársainak azért a nagyon lelkiismeretes és sokszor embert próbáló szolgálatért, amellyel végzik a munkájukat, és az elmúlt egy évben is, hogy végezték a munkájukat, hiszen ennek az elismerése most ez a, ahogy említettem, nemzetközi mércével mérve is kimagasló elismerés, amelyet kapott a Pécsi Állatkert. Május az egyik legkedvesebb tavaszi vagy nyárt megelőző hónap, és ilyenkor minden intézmény, akik legalábbis tehetik, valamilyen attrakciókkal, újdonságokkal lépnek elő, hát az állatkert az meg különösképpen. Mi várható ebben a hónapban részükről? Azt mondhatjuk, hogy már május első napjaiban is újabb programokkal és attrakciókkal várjuk az állatkertbe látogatókat, a gyerekeket és az idősebbeket egyaránt. Májusban két programra hívnám fel az érdeklődők figyelmét. Egyrészt 13-án szombaton egy egésznapos családi nap keretében délelőtt 10 órától már gyermekeknek szervezett koncertekkel és báb előadásokkal várjuk a kisebbeket, nagyobbakat az állatkertbe, és a következő ilyen program szintén még májusban a gyereknaphoz, mi más az a gyereknaphoz kapcsolódik. Május 28-án is szintén gyermekprogramokkal készülünk, olyan programokkal, amelyben a gyerekek a különböző játékokba bevonásra kerülnek, és lehet azt mondani, hogy játszva interaktív formába ismerkedhetnek az élővilág értékeivel, szépségeivel, a környezetünkkel. Az ember mindig ösztönösen érdeklődik az állatkert lakói iránt, főleg, hogy van-e újdonság esetleg, érkezett-e új állatka, illetve születtek-e. Mi a helyzet ezen a téren? Hála jó Istennek, a medve érkezése után, amely ugye néhány hónappal ezelőtt volt, és az is nagyon rövid időn belül a látogatók kedvencévé vált. Most a két kis kenguru született az állatkertbe, és még időnként bújnak csak ki az erszényből, de az állatkert gondozói már egy-egy pillanatra azért megpillanthatták őket, és bízunk benne, hogy ahogy telnek a hetek, úgy majd egyre többször a látogatók is majd megpillanthatják őket, úgyhogy ezért is érdemes lesz az állatkertbe fellátogatni. Köszönöm szépen a jó híreket! Köszönöm a lehetőséget! Több
Több mint 1 milliárd forint értékű beruházás indult a pécsi erőműben. A fejlesztés keretében a Veolia csoporthoz tartozó létesítmény fatüzelésű blokkjának gőzturbináját újítják fel. A méretét és technológiai megoldásait tekintve idehaza unikálisnak számító, teljes egészében biomassa tüzelésű erőmű egyszerre járul hozzá a pécsi és az országos fenntarthatósági célok teljesítéséhez. Ezt erősíti tovább a szeptemberre befejeződő újabb beruházás is. A gőzturbina mellett a fatüzelési blokk kazányát is felújítják. A forcső és a túlhevítő rendszer rekonstrukciója azért vált szükségessé, mert a berendezés üzemideje közelít a 200 ezer üzemórához. Ismét a belvárosban lesznek az előadások és a kísérő rendezvények, az off-programokat pedig a Post-Fesztivál váltja. Ezek a 17. Pécsi Országos Színházi Találkozó legfontosabb változásai. A színdarabok versenye mellett fesztivál hangulatot teremtenének Pécs belvárosában a szervezők. Például a Széchenyi téren lehet majd beszélgetni az előadások alkotóival és a színészekkel is. A Post június 8-án kezdődik. Egyszerűen lejönnek egy gyönyörű mediterrán városkába, ahol mediterrán hangulatban minden kívánságuk teljesül. Én is megyek. Vendégül hívott a Poszt. Halász Judit lesz az idei Poszt díszvendége. Ezt videóüzenetbe jelentette be a színművész hétfőn az esemény fővárosi sajtótájékoztatóján. A színházi seregszemlén 14 társulat, 14 versenydarabja mutatkozik be és száll harcba a szakmai zsűri előtt júniusban Pécset. A korábbi évekhez képest változás, hogy az eddig off-programoknak hívott kísérő rendezvényeket most a Poszt-fesztivál váltja. Itt nézheti meg a közönség Szente Vajk Pécsről szóló musicaljét. Pécs városáról csinálunk egy musicalt, annak törvényeivel, a musical szabályrendszerével, egy kicsit beavatva a nézőket abban, hogy hogyan kell egy musicalt fölépíteni, de mindezt az improvizáció nyelvén, ami azt jelenti, hogy egy teljesen üres lappal érkezünk oda, viszont úgy távozunk el, hogy egy teljesen kerek történetet adtunk oda a pécsi nézőknek. A rögtönzött show a színházi találkozó második napján lesz a Kodály Központban, és Szente Vajk mellett eljön például Szinetár Dóra, Balla Eszter és Feke Pál is a bemutatóra. Ugyancsak a hangversenyterem ad helyet egy nem mindennapi versmondó produkciónak. Nem arra kell számítani, hogy versmondók találnak a színpadra és hagyományosan verset mondanak, hanem valóban egy nagy versszínházi, fergeteges zenés, táncos parándéra lehet számítani, ahol nagyon sok olyan ember fordul elő, akik a legkülönbözőbb műfajokat képviselik. Hát a Kodály Központ Pécset ugye az, ami a helyszín, nem véletlenül, mert a zenés és táncos produkcióknak és az akusztikára épp úgy szüksége van, mint magának a versmondásnak is. Az ügyvezetés azokat a tanúságokat is lemondta, amelyeket meg kellett, hogy az idei évben fesztivál program a Zsolnai negyedben nem lesz. Mert a Zsolnai negyedben nem érdemes kivinni az előadásokat, úgy tűnik, hogy oda a belvárosból nem mennek ki a vendégek. Ez a másik fontos változás a tavalyi poszthoz képest, mondták hétfőn. Pécs alpolgármestere szerint itt a legfontosabb szempont a pécsiek véleménye volt. A pécsiek elvárásának is megfelelően próbáljuk egy kicsit jobban visszacsempészni a fesztivál hangulatot a belvárosba. Így idén egyfajta változtatásra is készülünk, és azt mondhatom, hogy egy kivételével az összes versenyelőadás ismét a Pécsi Nemzeti Színházban lesz, valamint a szakmai beszélgetéseket is a belvárosi helyszíneken, művészetek házában és Király utca környékén szervezünk. Őri László hozzátette, a pécsi önkormányzat 70 millió forinttal támogatja a színházi találkozót. Ezt a magyar állam ugyancsak 70 millióval egészíti ki. A tavaly előtti 60,5 millió forint után tavaly 65,5 millió forintos állami támogatás idén újra 5 év után visszatért a 7-es számmal kezdődő 10 milliós körbe, tehát 70 millió forintra egészült ki a kormányzati állami támogatás mértéke. A június 8-a és 17-e között zajló posztra már lehet jegyet venni. A szervezők abban bíznak, hogy az idei kínálat és a változtatások még több vendéget csalogatnak majd a Baranyai megyeszékhelyre. Pályakarbantartási munkák zajlanak a Szentlőrinc-Dombóvár vasúti szakaszon. Május 7-től május 16-áig az utolsó Intercity vonatpótló autóbusz 23 óra 1 perckor érkezik Pécsre, ezért a főbb városrészek irányába autóbuszokat indítanak. A csatlakozó járatoknak a pótlóbusz késése esetén nincs lehetőségük várakozni egyéb tervezett csatlakozások miatt. A Pécsre 23 óra 1 perckor érkező vonatpótlóbuszhoz igazodó járatok a 2-es, a 4Y, a 6-os és a 973-as igényvezérelten 23 óra 5 perckor összevont 30-as és a 47-es járat indul a főpályára.
autópálya udvarról a gyaloglási távolságok csökkentése érdekében, a 4-es kocsi állásol 30-47-es jelzéssel. A járat csak akkor indul el a főpálya udvarról, ha ott van felszálló, továbbá a 30-as vonalon halad a Klinikáig, majd onnan a Rodostó utca felé Bálics és Donátus irányába a 47-es vonalon. A busz csak leszállás céljából áll meg a megállókban. Csak munkanapokon 23 óra 30-kor 13-as Y-jelzésű járat is indul, Somogyon és Vasason át Hírdre. Az elkereskedelem került a fogyasztóvédelem fókuszába, mert egyre több közösségi adatlap is kínál eladásra különböző termékeket. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége felhívta a figyelmet a kellő körültekintés fontosságára. Mielőtt rendelnénk bármit az adott adatlapról, ellenőrizni kell, hogy milyen adatokat ad meg magáról a másik fél. Az sem mindegy, hogy a profilt egy magánszemély vagy egy vállalkozás regisztrálta. Ha nem kereskedőről van szó, akkor probléma esetén nem lehet visszaküldeni 14 napon belül a terméket. A szervezet ezért fokozott körültekintésre hívta fel a figyelmet, ha a közösségi weboldalakról vásárolunk. Május 13-án rendezi meg a Pécsi Egyházmegye 9. Mária Gyüdi zarándoklatát. Az eseményen idén is több ezer résztvevőre számítanak. A zarándokok reggel 7:30-kor indulnak Pécs-Kertvárosból, és a főúton végighaladva érkeznek kora délután Mária Gyüdre. Jó idő esetén a zarándoklatot lezáró szentmisét a felújított szabadtéri oltárnál mutatja be a megyés püspök. A Mária Gyüdi gyalogos zarándoklat évek óta kiemelt esemény a Pécsi Egyházmegyében. Idén 9. alkalommal vágnak neki a távnak a zarándokok. A korábbi Mária út helyett néhány éve már a főúton halad a tömeg Pécs és Mária Gyüd között. A távolság így 25 kilométer. Rendőri biztosítással megyünk, tehát egy nagyon biztonságos gyalogos zarándoklat tud ez lenni. Két ponton lesz fél órás pihenő, Szalántán és a Tenkescsárdánál, és körülbelül 2 óra után érkezünk meg Mária Gyüdre. A zarándoklaton kerékpárral is részt lehet venni, ők később indulnak és más útvonalon érnek Mária Gyüdre, mint a gyalogosok. Most már hagyomány az is, hogy minden évben körülbelül 30-40 biciklista a Székesegyháztól indulva idén 8:30-kor indulnak, és ők egy másik útvonalon mennek Pellérd, Görsönyön keresztül, Ócsárdon keresztül jutnak el Mária Gyüdre. Ez egy 40 kilométeres szakasz. Ők is valamikor a délkörüli órákba megérkeznek Mária irányába. Sokan sokféle motivációval érkeznek, de épp ezért válhat minden évben valódi egységes csapat a Mária Gyüdre tartó tömegből. A zarándoklaton szinte kivétel nélkül minden egyházmegyei oktatási intézmény képviselteti magát. Igazgatók, pedagógusok, osztályok teszik meg az utat. A zarándokok külön-külön is megfogalmazhatják, kiért vagy miért vállalják magukra az út fáradalmait. Érkezés után délután 3 órakor szabadtéri szentmisét mond Udvardi György, pécsi megyés püspök Mária Gyűdön. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Átadták a munkaterületet. 9 hónap múlva új korszerű rendelő Kertvárosban. Fesztivál hangulatot teremtenének. Pécsi Országos Színházi Találkozó. 9. Egyházmegyei zarándoklat Mária Gyűdre. Szombaton ismét több ezer embert várnak. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!